Du säger ju att hon har jobbat. Aha. Mer? När vill jag läka? Nämligen en ros. Mer, att det är där vi var. Bäst hustäck. Det är hon inte då? Nej, jag kockar inte att jag vill läka. Färfi var. Jag säger gott. Nej, är Konkrétta? Hát csak is. Na, ugye a 105-ért tudjonak, már teljesen volt száma az agya, mert amióta a Fatena megvett az új fehér Opelt, azóta nincs, aki legyőzni egy gyorsulásiba. Apám, a Tunyó faterja odaadja neki az új járgány. Á, de hogy adja, a Tunyó csak úgy folyogatja meg tőle éjszakánként, amikor az öreg éjszakán. Az eg csodálkozik, hogy a kocsi milyen túl van a bejáratos időszakban. Figyelj! Az a gyorsulási, amikor két barom áll, a tövig nyomja a gázt, és egy kilométer után megállnak berúgni. Ja, jól látod, érted? Jól látod a helyzetet. Na, figyelj, százod! Tudja, fölhívott egyik este, hogy menek már ki egyik este, hogy nézzem meg, én is műzöz a konkrétot. Csak aztán azt mondta, hogy hot illegál az egész, meg a zsaruk már erősen rezzegtetik a népet, meg erősen sasolják a környéket. Úgyhogy legjobb, hogyha külön megyünk, érted? Na, én éjfél kopontba kivakarodtam a megbeszélt helyre, aztán nézek, sehol senki. Mindegy, gondoltam, ha csak könnyedem, és elve taktikusan beálltam eleve a bal sávba, érted? Mert nem bírom nézni a arcát a veszít, és onnan kevésbé látszik. Na, egyszer csak megjelent fehér Opel, csoda, érted? De Tunyó nem volt fel, nem volt fel, olyan röpülő rajtot, mert alig bírtam utolérni. Na de megkínáltam a Verdát, mint Mikulás a jó gyereket. Érted? Kerék kipörög, gumiszag, mi egymás, érted? Na de Tunyó, tudod, milyen volt a Tunyó? Bunkó volt, de akár csak kicsit elém, mert több be akart vágni elém. Na erre gondoltam, kicsit megkaristolom kocsi a oldalát, érted? De legyen már gyökér. Na, de erre meg akkor fölvágja a szirényát, meg villogod, meg mutogat, hogy húzódjak le. A Tunyó? Felnézd a jard, azok ültek kocsiba, nem az az eszemen. Te figyelj, akkor most elvették a jogsidat? Ciki? Az. Ja, ha másnap meg fel volt ez a nyomott állat, azt mondja, na figyelj, egy kicsit elaludtam, mi volt az éjszaka, volt valami konkrét. Hát mondom neki. Figyelj, ha miért nem jössz már te is ki? Isteni levegő, jó a társaság, jó a verseny, hát de csak rögött a marha. Lehet, hogy engemet egy kicsikét átvettek, de konkrétan.